ugye én a Banff és az Icsi birtoknak a kezelésével, illetve a visszaszerzésével vagyok megbízva, és több idős hölgy és úrnak volt lehetősége arra, hogy visszaszerezzen birtokokat a restitúciós törvény alapján. És természetesen ezek a restitúciós törvények ezek nem egyszerre jöttek ki, hanem mindig eltelt két év, jött egy újabb törvény, megint egy törvény, megint egy törvény. És amikor az embernek lehetősége volt, hogy ezek a családok összetartanak, kapcsolatot tartják, egymást értesítik arról, hogy ezek a törvények vannak. Ekkor az ember szépen elmegy az ügyvédhez, a telekkönyvi hivatalba, a levéltárba, és megpróbál összeszedni minden olyan iratot, amivel meg lehet oldani azt, hogy bizonyítjuk, hogy ez a miénk volt. Ennek természetesen a felét nem fogadják el. Itt kezdődik a pereskedés. És akkor egyszer a helyi önkormányzat kell eldöntse, hogy ezt visszaadják, vagy nem. A helyi önkormányzat igazából teljesen mindegy, hogy mit mond, mert utána ő azt el kell küldje a megyéhez, mert ez csak egyfajta ajánlás, elküldje a megyéhez, és a megye ezt felülvizsgálja. És akkor a megye, hogyha nem áll érdekében, akkor azt mondja, hogy nem. Lehet, hogy azt mondják, hogy azért, mert az egyik cserép törött, és ezért nem. Az is lehet, hogy azt mondják, hogy azért, mert van egy tehén az udvaron, és ezért nem. De valami balgatag indokot kitalálnak, és akkor kezdődik a pereskedés szépen, és akkor az ember elmegy első fokra, a másodfokra, akkor visszadobják első fokra, akkor másodfokra, és akkor még hoznak egy szakértői véleményt, és egy ilyet, és egyet, és akkor a végén eldöntik, hogy most igen vagy nem. És általában a végén eldöntik, hogy igen, akkor jön a birtokba helyezés. A birtokba helyezésnél újabb problémák vannak, mert a birtokba helyezést akkor nem akarják végrehajtani. Ugye ez ilyen egyszerű ilyen birtokba helyezési jegyzőkönyv volna, viszont azt mégse tudják kiállítani, meg mégis rossz rajta a toposzám, meg mégis rossz rajta ez, meg az, és akkor megint kezdjük az egészet előről, mert akkor ezt így nem lehet csinálni. És akkor így például a Fogadi kastély története az 13 év volt, a Vajdaszentiványi kastély együttes az hiszem 6 év alatt rendeződött, tehát az egy elég egyszerű történetnek számít, de van olyan 3 éve befejezett, tényleg végleges, visszavonhatatlan, megfelelbeszedetlen ítéletünk, amit 3 éve nem hajt végre az állam. És az állam természetesen mindig ír a prefektúrának, hogy hajtsátok végre, ők meg visszaírnak, hogy nem tudjuk végrehajtani, mert. És akkor vagy azt mondják, hogy mi ezen dolgozunk. Na de én nem hiszem el, hogy ha elvenni el lehet egy perc alatt, akkor miért tart 3 évig visszaadni? Egy családnak milyen anyagi lehetőségei vannak restaurálni ezeket az általában romos állapotban visszakapott kastélyokat? Hát a családokat 3 részre kell osztuk. Az egyik az, aki az elején már rendelkezik ezzel a tőkével, mert valamilyen más gazdasági háttere van. Azoknak van lehetőségük. Vannak azok a családok, akiknek lehetőségük van visszaszerezni a birtokaikat is. Természetesen egy kastélyt hamarabb visszaadnak, mint egy birtokot, mert az állam sem akar foglalkozni, hogy a helyi önkormányzat sem. Ilyenkor visszaadják az épületet, az ember próbálja konzerválni addig, amíg esetleg a birtok visszakerül, és akkor abból tudja felújítani, vagy fenntartani. És vannak azok a családok, akiknek semmilyen lehetőségük nincs, mert birtok sem jár mellé, mert esetleg mezőgazdasági területeken dolgozott a család, és azt ugye csak 50 hektár szántó és 100 hektári kilet egészíteni legelővel, örök hagyónként, és olyankor neki nincs lehetőség ebből fenntartani, vagy felújítani egy ilyen épületet, ilyenkor kell keressen valami alternatív dolgot, mondjuk egy szervezetet, valamilyen intézményt, aki esetleg itt szívesen létesítene valamilyen közösség számára fontos, használható létesítményt, és akkor az lehet esetleg egy alternatíva. Sajnos még nem túl sok olyan helyzet van, ahol olyan létrejött ilyen kezdeményezés van, ami ezt biztosítja, és akkor van még, amit kihagytam, a negyedik variáns, amikor eladják. És akkor jön esetleg valamilyen másik szervezet, vagy esetleg egy gazdag ember, aki azt mondja, hogy neki most szüksége van erre, és ő akarja a társadalmi pozícióját egyfajta sznobizmussal, hogy ő kastélyban lakik, és neki kastélyban megküzdelni, és akkor ez a negyedik variáns.